abban az időben, mivel Jézus a bárkával ismét átkelt a túlsó partra, a tópartján nagy tömeg sereglett köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, és mielőtt meglátta őt, láb elé borult és nagyon kérte. Leányom halálán van. Jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Erre ő elment vele. Nagy tömeg kísérte és tolongott körülötte. A zsinagóga előjárójának házából jöttek és közölték, meghalt a lányod. Miért fárasztanád a mestert? A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga előjáróját. Ne félj, csak higgy. Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül, senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen. Amikor odaértek az előjáró házához, nagy riadalmat, sok siratót és jajgatót látott. Bement és így szólt hozzájuk. Mit lármáztok itt, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Azok kinevették. Ő azonban mindenkit kiparancsolt, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, s kisűrével együtt bement, ahol a gyermek volt. Megfogta a kislány kezét, és azt mondta neki, Talitakum, ami annyit jelent, kislány, mondom neked, kelj föl. A kislány azonnal fölkelt és járni kezdett. 12 éves volt. Azok pedig magukon kívül voltak a csodálkozástól. De ő szigorúan meghagyta, hogy ezt a dolgot senki meg ne tudja. Aztán szólt nekik, hogy adjanak enni a kislánynak. Ezek az evangélium. Szeretett testvéreim, az a zsinagóga előjárója odament Jézushoz, kérte, halálán van lányom, jöjj, tedd rá kezedet és gyógyuljon meg. Testvérek, az evangéliumot nem csupán megérteni kell, amennyire képesek vagyunk, hanem azonnal saját magunk életét vele vizsgáztatni kell, lemérni, és minden vasárnap elhatározni, hogy most e szerint én változni akarok. Az Úr Jézus sok beteget meggyógyított, ezért lett ő ismert és híres Izraelben. Erről hallott a zsinagóga előjárója. Nyilván szerette a kislányát és a gyógyulásáért könyörgött. Testvérek, azért ő még nem ismert, hogy ki ez a Jézus. Mi meg tudjuk, hogy ő Isten. A második isteni személy, aki emberré lett, aki bűneinkért meghalt, föltámadt, és kiárasztotta a szent lelket, megalapítva az egyházat. Tehát mi hogyan és mit kérünk? Testvérek, Avilai Szentelész nagyon szépen ír arról a nővéreknek, hogy van szeretet, ami zavaros, bűnös szeretet. Ez nem lehet a nővérek között. Van szeretet, ami egy kicsikét érzelmes és meg lelki is. Ez már ott lehet a kolostorban. De van tiszta szeretet, és erre kell törekedni. És akkor hosszan leírja azt, hogy a tiszta szeretet abban áll, hogy a másiknak az örök üdvösségét akarjuk. Mert nem akarunk elszakadni tőle a halála után sem, meg a mi halálunk után sem. Tehát soha ne kérjünk csak olyant, hogy gyógyuljon meg, hanem az, hogy legyen jobb. Ismerje meg jobban az Urat. Jobban törekedjen az életszentségre, mert akkor kár neki meggyógyulnia. Húha! Hát mi így kérünk. Mert azt mondja, hogy a tiszta szeretet csak olyan emberben lehet meg, aki Isten kegyelmében világosan belátja, hogy mi ez a világ. Hogy van ezen kívül egy más világ is. Hogy mekkora különbség a kettő között. Hogy az egyik örökkévaló, a másik pedig olyan, mint egy álom. És testvérek, itt ez kinyitotta a szememet, hogy az Úr Jézus, akiket meggyógyított vagy föltámasztott, azoknak nem csak ezt adta. Nagyon sokszor az evangelista le is írja, hogy az apakon született, megvallotta a hitét, hogy hiszek benned. Tehát hitet adott neki. És ezeket a kicsiket hallottaiból föltámasztott, hát lehet, hogy már egy év van csak az Úr Jézus haláláig.
Mit adott az ő barátjának Lázár? Csak az, hogy visszajön el az életre? Hát az csak haladék, utána úgyis meg kell halni. Megadta nekik azt, hogy a föltámadásában lássák őt. És majd úgy menjenek el az örök életbe. Ez a kislány is, ez keresztény lett. Valószínűleg az apjával együtt. Soha ne kérjünk olyant, hogy Uram, gyógyíts meg, hanem mindig azt, hogy az, hogy az élet szentségre útjára lépjen. Hogy jobban megismerjen téged. A vakok láthatták őt, és látták az ő dicsőségét. A bénák értekeltek útra a zsidó országon túl, hogy elvigyék a hírt, hogy Isten emberré lett és megbocsátott nekünk. A sütketek hallották az evangéliumot. A némák hirdették az evangéliumot. És a föltámasztott halottak, az új föltámadásáról tanúskodtak. Egészen bizonyos, hogy végtelenül többet adott, mint amit a testies ember fölfogni tud. És itt van az testvérek, amit Szent Pál mond, ha Krisztusban csak ebben az életben reménykedünk. És ha csak azért járok misére, meg jó vagyok, hogy nálunk nehogy valaki rákos beteg legyen, meg nehogy szétmenjen a fiam meg lányom házassága, akkor valami rosszat teszek. Ne. Azt kérem, hogy azért gyógyíts meg, Uram, de a lelkét is gyógyíts meg, hogy téged jobban megismerje. Gyógyíts meg őt, de az, hogy megszabaduljon egy megkötözöttségétől. Egy bűnétől, amivel eddig nem killódott. Nekünk már nem csupán azt kell kérni, amit a zsinagóga elöljárója kér, persze Jézus többet adott, hanem azt a töbletet, amelyet Jézus akart adni, az örök üdvösség érdekében gyógyíts meg, Uram, őt. Azért add vissza még nekünk, hogy téged tudjon szolgálni. Mert ha valaki meggyógyul és vallástalan marad, van ilyen, imádkoztam érte is, látom, hogy az életét ugyanúgy kicsit csalódtam. Hát persze, tovább imádkozom érte. De valamit ő nem értett meg. A haldokló jobbratól már nem kérte azt, hogy Uram, én le akarok szállni a keresztre, mert megismerte Jézust. Hanem emlékezzél meg rólam, ha országodba jutsz, még ma velem leszel a paradicsomba. Testvérek, kérjünk bizalommal, de kérésünk mindig terjedjen ki a lelki javakra is. Ne görcsöljünk a testiek miatt. És bízzunk abba, hogy az Úr megadja azt nekik. Amikor Jézus elment a zsinagóg előjárójával, nagy tömeg kísérte, tolongott körülötte, majd üzentek neki, hogy ne fárazd a mestert, mert a kislány meghalt. Akkor azt mondja, mit lármáztok itt, a gyermek nem halt meg, csak alszik. Azok kinevették. Az Úr Jézus az ember által halottnak nevezettet, alvónak nevezi. A halálos bűnben élőt, az istentelen embert, akármilyen csillogó az élete, halottnak tartja. Kinevették, és ma is kinevetik. Testvérek, egy nagy feladatunk van, tessék ezt délután vagy ma este megkérdezni magadtól. Hogyan állíthatja magáról az az ember, hogy keresztény, Krisztushoz tartozik, aki a halottakat nem alvóknak tekinti csupán? Olyan csúnya ez a név, hogy halottak. A szüleim halottak. Azok élnek. És kérdezd meg magadtól, hogy a halálos bűnben élőket viszont halottaknak tartod-e? Mert elszakadtak az élet forrásától. Ha téged még ezért nem nevettek ki, akkor nem vagy Krisztusi. Most kezdjük érteni az evangélium radikális, gyökeres újszerűségét és erejét. És az, hogy ez a történet nekünk szól. Testvérek, azért annyi öröm van a papi életben, néha keserűség is. De hát ez vele jár. Azt mondja az egyik hívő templomba járó bácsi, nem tudom, hogy hisz. Hogy úgy van ám Balázs atya, hogy maga mindig mondta, hogy a túlvilágunk még nem jött ám vissza senki. Hát ennek egy fordítógép be volt téve az agyába, mikor azt mondtam, hogy visszajött. Hogy a hitünk az,
hogy az Isten fia emberré lett, meghalt és föltámadt. Rettenetes, ötféleképpen hallgatják a predikációt. Az egyik azt hallja meg, amit akar. Hát ezzel nem kötörődni. Azt hallja meg, amit akar. Össze-vissza, bocsánat, hülyeségeket idéznek. Nem vagyok érte felelős. Menthetetlen. A másik megreflektorozza, hogy a megalkuvását úgy igazolja a többiek előtt. Kivéve a mondatokat az összefüggéséből. A harmadik pedig olyan, amivel Pázmány Péter beszél, ételmet élgető. Jó megmondta a papa szomszédomnak? Meg jó megmondta annak, aki ott hátul ül, most azt elgondolkodhat. Mindenkinek kiosztja az ételt, ő meg éhen marad. Őnek is semmi sem szól. Aztán van olyan, aki megérti végre, és azt mondja, hogy kemény beszéd, és elhagy bennünket. Nem baj. Megértette. Megértette, hogy a kereszténység az nem húsvétoskor sonkaevés, aztán adófizetés, néha egy körmenet, egy fél óra vasárnap, vagy egy óra az Istennek. Nem. Hanem az, hogy a halottakat alvóknak tartom, a halálos bűnben levőket pedig halottaknak. És van, aki sírva örvend. Eltalálta őt az örök igazság. Felhasználja az Úristen a papnak a szavait, és ő szól hozzád. Megüti a szívedet. Fölvérzi, hogy bizony nálam baj van, azért, hogy ő ne így gyógyítsa. Hogy a zsoltáros mondja, hogy Isten sebet üt, de be is gyógyítja. Ez az evangélium részlet egy teszt. Ki kell tölteni őszintén, és megkapom végén, hogy valóban Krisztusi vagyok-e. Vajon én is kinevetem Jézust? És a 2000 éves egyházat, amikor a halálra azt mondja, hogy alvás. És a halálos bűnben folytatott életre azt mondja, hogy halál. Természetesen a hit nem érzés, nem természettudomány, hanem bizalom az Istenbe. Ez nem azt jelenti, hogy látva egy halottat nem rendülök meg. Ez nem azt jelenti, hogy a halálba zuhanó barátját Jézus nem siratja meg. Soha se feledjük, amit boldog John Henry Newman mond. Vigyázzunk, az evangélium főszereplője. Nem egy Jézus nevezetű zsidó, hanem az a második isteni személy. Isten. És Isten szava mindenható. Persze most, hogy a pár perce meghalt kislányt visszahívja, valaki azt mondja, mondhatná, hogy reanimálja. Hát azért történt egy másik eset is, akit már nem lehet reanimálni, mert rohadt a teste ott meleg, vidéken negyednapos volt, már is szaga volt, Lázár. Ám ha valaki úgy gondolná, hogy valójában, hogy ez azért lehetetlen, mert a halott test az nem lesz élővé. Bocsánat, a föltámasztás lehetősége nem a halott testben van, hanem az Istenben. Egyet mindig a lelkedre kötött. Az, hogy te meg én itt vagyunk. Az nagyobb dolog, mint a holtak föltámadás. Mert az egysejtű lénnyel rokonok vagyunk. Az egysejtű lény pedig az élettelemből lett fölemelve élővé. Nagyobb dolog, ami már megtörtént, mint ami majd bekövetkezik. Természetesen ez a teremtő Isten, ahogy beszól arra, hogy Talita kum, kislány, gyere! És akkor megindul. Mert a személy szólítja meg, de mi ember vagyunk, és testünk van. És megindul a biológiai folyamat, leszáll az ágyról. Érdekes, a szüleinek eszébe nem jutott volna, hogy adjanak neki enni, mert magukkal vannak elfoglalva, annyira örülnek. Előbb a szomorúságukat gyászolták, most az örömüket ünnepli. Egyedül Jézus azt mondja, hogy adjatok neki enni. Visszahívta. Föltámadása után, ha ő erre az életre vissza tudja hívni a negyednapos és omlásnak indult testi Lázárt,
akkor nem csak erre felé tudja visszahívni, hanem az örökké valóság felé is. Abba a világban, mivel az ő dicsőséges teste van, és ez a hívás már megkezdődött, azzal a szóval, hogy te hiszel. Aki hisz Krisztusban, az csak azért tud hinni, senki sem tud bennem hinni, mondja Jézus, akit az Atya vonz. Tehát téged már szólított. És ha Isten veled fölvette a kapcsolatot, ott nincs halál. Nem csak vissza tudja hívni ebbe a világból, még egyszer meg kell halni, hanem ami nagyobb dolog, és ami reménységünk, és amelyet most a hiszek egy végén megvallunk, előre is tudja hívni. Egy olyan dicsőséges állapotban, amelyet ő megmutatott föltámadásakor, mikor ő megjelent több mint 500 testvérnek, és 40 napig kommunikált az ő egyházába. Istentől megszólított ember vagyok. Amikor imádkozom, őt szólítom meg. Az imádságban, nem a szövegmondásban. Még egy feladatot kapsz, testvérem, hogy szólítsd meg délután az Istent. Légy magad, és ne szöveget mondd neki, hanem mondd azt, hogy Istenem, te vagy a mindenem. Senki sincs. Te teremtettél. Te akartál. Akit pedig te akarsz, az nem marad a halálba. Istenem, bízom benned. Ebben az imádságban nincs halál. Az imádság mélyén az örök életet tapasztaljuk meg. Erre készít fel minden szentmise. Ez a vasárnap az életnek a győzelmét ünnepeljük a halál fölött. Amen.